A Kaposvári és a Pécsi Egyházmegye területén működő cserkészcsapatok által megrendezett kerületi nagytáborban a 10 évestől a középiskoláson át az egyetemistáig, illetve még öreg cserkészek is ellátogattak. A kis cserkészek sem akarták ezt a jó lehetőséget kihagyni, hiszen itt sokat lehetnek együtt, és közösségformáló ereje is van egy ilyen 10 napos tábornak. Én a 673. számú fiús cserkészcsapatba járok, és azért lettem cserkész, mert szeretek így kint játszani a többiekkel, meg a természetben lenni, és a barátaim is cserkészek, ezért én is azt lettem. Már egyszer volt külön a tízesekkel is programunk, és a tábortűzi játékok szoktak a legjobbak lenni. A cserkész élet kihívása hűnek lenni önmagunkhoz és értékeinkhez. Ezt már egy lényegesen idősebb cserkész, Kovács Adorján, a Magyar Cserkész Szövetség elnöke mondta. Egy ilyen kerületi nagytábornak a jelentősége az, hogy a cserkészek, akik a saját közösségükben tevékenykednek, a cserkész csapatokban 70-80-100 fős közösségekben, ők megtapasztalják azt, hogy milyen sokan vannak ténylegesen országszerte. Ugye ebben a kerületben közel 2000 cserkész tevékenykedik, és az egész országban pedig 14 000 cserkész van Magyarországon. Jó látni azt, amikor egy ilyen nagy közösséghez lehet tartozni, és hogy ennyien vannak azok, akik vállalják a cserkész életnek a kihívásait. A 6. Dél-Dunántúli cserkészkerület 5. alkalommal rendezte meg a tábort. Baranya, Somogy és Tolna megye cserkész csapatai táboroztak 10 napon át a Szentegáti erdőben. Csak nem 1000 főre duzzadt a tábor létszáma, ugyanis a hétvégére családosok és idősebb cserkészek is kilátogattak. A 10 napos tábort 3 napos előtábor előzi meg, ilyenkor építik, alakítják ki például a konyhát, az étkezőt. Minden nap állandó programjaik is vannak. Minden napot egy ilyen reggeli szertartással kezdünk, ahol felvonjuk a zászlót, a magyar zászlót, elénekeljük közben a himnuszt vagy a szózatot, utána imával folytatjuk, és ugyanezt este is megismételjük. Ez keretezi a napunkat, ez mindig fix program. Nagyon fontosak a játékok, rengeteg játékunk van, tömegjátékok, egyéni játékok, és ami még fix, az ilyen tábortüzek esténként, amikor népdalokat éneklünk, népjátékokat játszunk, és nagyon jó hangulat szokott lenni. Rengeteg ismerkedő alkalomra nyílik lehetőség, főleg egy ilyen nagy kerületi nagy táborra, erre fókuszálunk is, hogy mondjuk akik jönnek Kaposvárról, vagy Szekszárról, Pécsről, és egy korosztályban vannak, megismerkedjenek egymással. De alapvetően a cserkészet ugye ilyen őrsi rendszerben működik, ez kis csoportot akar, tehát 8-9 fő van együtt, ők amúgy is nagyon közel kerülnek egymáshoz, barátságok szövődnek, de rengeteg ilyen ismerkedős játékot iktatunk be egy ilyen kerületi nagy tábor megszervezése során. Fontos az, hogy tiszteletben tartsuk egymást, a természetet is, tehát kint vagyunk az erdőben, hogy ne tegyünk benne kárt, ne pusztítsuk a környezetünket, tehát erre nagyon odafigyelünk. Illetve a közösség, amit még szeretnék kiemelni mindenképpen, hogy főleg itt a Covid után, amikor leépültek a kapcsolatok, ezt szeretnénk erősíteni, hogy barátságok, kapcsolatok szülessenek, és egymásra tudjanak az emberek számítani. Ha bajban vannak, tudunk egymásnak szólni akár. A dunántúli cserkésztáborban Varga László kaposvári és Felföldi László pécsi főpásztor mutatott be szentmisét, amelyen a két egyházmegye papjai, papnövendékei is részt vettek. Az egyházi méltóságok a cserkész élethez fűződő gondolataikat is megosztották stábunkkal. Én nem vagyok cserkész, és nem vettem soha részt a cserkész csapatok életébe, szervezésébe, de ettől függetlenül nagyon fontosnak tartom a cserkészetet. Minden, ami közösségépítő a fiatalok számára nagyon fontos, mert elszigetelődnek, egyedül vannak. Minden, ami értéket ad át, keresztény értéket, mert a cserkészet az keresztény értéket ad át, az nagyon fontos a fiataloknak is, meg hát szerintem a családoknak is. Közösségépítés, a hazaszeretet, az Isten iránti szeretet, ezek mind nagyon fontosak, és ezek a programok nem csak a nagy táborok, hanem a helyi cserkész programok is segítik és erősítik. Úgyhogy hálás vagyok érte, hogy most ezt láthattam, meg bekapcsolódhattam. A szentmisét követően a cserkészek megerősítették fogadalmukat. Folyamatosan követtem a cserkészet életét. A rendszerváltás után, amikor megújult a cserkészet, én az első csoportban benne voltam, és akkor volt kiképzésem, hisz eredetileg én is úttörőként, kisdobosként kezdtem az életemet.
és aztán nagyon aktívan Egerben, Nyíregyházán dolgoztam a cserkészetben, de utána már csak így távolról kísértem, és most, hogy itt ebben az Egyházmegyében nagyon élő a cserkészet munkája, én is aktívan szeretném bevonni őket a mindennapi életünkbe, a munkánkba, a megújulásba, az ifjúság nevelésében. Óriási lehetőséget, erőt látok a cserkészetben, és ezért minden támogatást meg fogok adni, és minden erőt szeretnék tőlük kérni a közös együtt gondolkodásba és a közös munkába. Hogy híven teljesítem kötelességeimet, melyekkel Istennek, hazámnak, és embertársaimnak tartozom.